Méltóképpen zárult az a tudományos kutatás, melynek célja két a II. Világháborúban lezuhant szovjet repülőgép személyzetének azonosítása volt. 1944. augusztus 9-éről 10-ére virradó hajnalban a Tolna megyei Nagymányokon és a Bács-Kiskun megyei Akasztón zuhant le a két légijármű. Az eddig ismeretlen katonák kilétét orosz és magyar kutatókkal közösen a Pécsi Janus Pannonius Múzeum régésztechnikusa fedezte fel. A szemtanúk beszámolója, a levéltári dokumentumok, de főként a repülőkről továbbított rádióüzenetek hozták meg a csapat sikerét. Ezeknek a rádióüzeneteknek a pontos időrendbe állítása, illetve ezeket párhuzamba helyezve a magyar és orosz jelentésekkel, majd még árnyaltabban ezeket kiegészítve a szemtanúk beszámolóival 2015-re teljes bizonyossággal sikerült megállapítani, hogy Nagymányokon ki az a 6 fő, aki elesett. Ennek tiszteletére készült el az az emlékmű, melyen az elhunyt hadfik neveit is feltüntették. A szobrot Bonyhádon a Kálvária domb aljában helyezték el. Augusztus 9-én napra pontosan 75 évvel a katasztrófa után koszorúkkal és virágokkal emlékeztek meg a hősi halált halt szovjet katonákról. Mint azt a Magyar Roncskutató Egyesület titkára elmondta, az évekig tartó kutatómunka során szoros együttműködés alakult ki a magyar és orosz szakemberek között. Én azt gondolom, hogy ez példa lehet arra vonatkozólag, hogy az egykori ellenfelek adott időszakban ellenségek bizony a kutatásban, a családokban nagyon fontos lehet, hiszen ahogy elhangzott itt is a pilótának a fia itt járt Magyarországon, és végre megtudta azt, hogy az édesapjával mi történt, és talán ez a legfontosabb az egész munkánkban. Az eseményen az Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériuma, a Katonai Emlékmegőrző Igazgatóság magyarországi képviselői is részt vettek. Afonina Alla és Popinei Viktória ezzel a plakettel köszönték meg a magyar kutatók munkáját.